külsőségek. Nagyon sok embert elítélnek csupán a külseje alapján. Ezért nagyon sok lehetőség nem adatik meg nekik az életben. Nem adatik meg nekik élni. Itt olyan emberekről beszélünk, akik magukba vannak fordulva, be vannak zárkózva, érzékenyek. Azt hisszük rájuk, hogy önzőek, irigyek, nagyképűek. Pedig ha megismernénk őket, pozitívan csalódnánk. Ez sajnos nem minden esetben igaz. A 13 éves lány nem feltétlenül ribanc. A hajléktalan nem feltétlenül alkoholista. A páva gyerekek nem feltétlen bunkóak és nagyképűek. Nem szabad általánosítani. Mindenki ismer olyan embert, aki el van szállva magától, hogy ő milyen gyönyörű, milyen helyes, mekkora király. Na, ezek az emberek valójában nagyon nagy betegségbe szenvednek, idézőjelbe. Nekik belül nagyon fáj valami, és a komplexusukat így akarják elrejteni. Nem szabad külső alapján ítélni, először ismerjük meg az embereket. Sokszor sajnos én is ebbe a hibába esek. De először ismerjük meg, és utána alkossunk véleményt. Persze meg lehet tanulni nem foglalkozni mások véleményével. Aki a hátad mögött van, pont jó helyen van ahhoz, hogy kinyalja a seggedet. Ne felejtsük el, hogy a test az megöregszik, de a szív az örökké él.